A mai előadásunknak a témája, tehát a hektivizmus és a kiberterrorizmus. És ezzel kapcsolatban szerintem a legtöbb embernek az első dolog, ami az eszébe jut, ez az állarc, és az Anonymous nevű hektivista csoportnak ugye az a jól ismert mondat, ami szerint we are anonymous, we are legion, we do not forgive, we do not forgive, expect us. A 2010-es évek elején nagyon sokat lehetett a médiában találkozni ezzel a szöveggel. Ez az állarc pedig még olyannyira része a mondjuk úgy, hogy a modern kultúránknak, hogy napokban is, két-három héttel ezelőtt, amikor még jártam a városban, akkor láttam ezt a maszkot a parlament környékén, illetve a belvárosban is hordozni. Hát a maszk jellegzetessége, hogy nem tudom megállapítani, hogy ugyanaz az ember viselte, vagy pedig valaki más. Ez a maszk egészen biztos, hogy nem véd a vírus ellen, a koronavírus ellen, viszont például a koronavírussal kapcsolatos maszk tagadó tüntetésen is feltűnt, ami jó mutatja, hogy mennyire messze került már az eredeti küldetésétől ez a maszk, ami egyébként, teszem hozzá érdekességképpen, egy filmből származik, a V mint vérbosszú, a V for Vendetta című igen kiváló filmnek eh, a, a szellemi jogvédett eh, terméke, amit jelen pillanatban olyan 2-3 dollárért lehet megvásárolni AliExpress-től, úgyhogy nyilvánvalóan nekem is van egy, mert ki tudja, hogy mikor jön még jól. Tehát egy, egy egészen érdekes eh, ellenmondás helyzet szülte ezt a maszkot, de erről majd egy kicsit később részletesebben eh, eh, fogok beszélni. Mert hogy az egész anonimus jelenséget és az egész hackerizmust, hektivizmust nem igazán lehet megérteni, hogy ha nem értjük meg a gyökereit. És a gyökereket egészen a 60-as évek elejéig kell visszavezetnünk az MIT-ig, a Massachusetts Institute of Technology-ig, az egyik amerikai elitegyetemig, a világ legjobb műszaki egyeteméig. Azon belül is az 1960-as évek elejére a Model Railroad Club-hoz ez ugye ott az MIT-n egy modell foglalkozó kis csapatocska volt, akik a 40-es évek végén jöttek létre, és hát, mint nevük is mutatja, a hobbi az volt, hogy modellvasutokat építenek méghozzá. Igen kiválóan hatalmasan nagy terepasztalokat húztak föl az MIT egyik épületében. Ide csatlakoztak azok a villamosmérnök hallgatók, akiknek a feladata a modellvasút építésben az volt, hogy a vezérléseket tudják a lehető legjobban összehozni. Az irányítás technikáért voltak felelősek, és mint ilyenek, ugye meg kellett érteniük azt, hogy ez a nagyon bonyolult szerkezet, hogyan tud úgy működni, hogy a vasutak menjenek és ne is ütközzenek, a terepasztalon levő különböző elemek akkor világítsanak és úgy világítsanak, ahogy kell? Tehát egy nagyon struktúrált gondolkodást kellett elsajátítani el az ottani hallgatóknak. Nem véletlen, hogy az ő érdeklődésük egy idő után eléggé hamar átment a számítógépekre, amik mely számítógépek. Amúgy az első időszakban nem feltétlenül voltak sokkal bonyolultabbak azoknál a kapcsoló tábláknál és irányítás technikai megoldásoknál, amit a modellvasutoknál kellett alkalmazni. Ez a környezet volt egyébként a hackerizmusnak a, és a szülőhazája. A hekkelés, mint olyan, ez nem a Railroad Model Clubból indult, de az MIT-ről indult, ugyanis az MIT-n voltak azok a nem, diákcsínyek, gyakorlatilag a 19. század végétől, amit az okkori, ottani szubkultúra heknek nevezett el. Mi is a hek, mi is a hekkelés? Azokat diákcsinyeket nevezték így, ami az igazi kreatív diákcsinyeket jelentette. Ezek a kreatív diákcsinyek ugye nem feltétlenül az erőszakot, a, a gólyák elnyomását, a nem tudom én mit ábrázolták, hanem olyan kreatív megoldásokat hoztak elő, amik amikhez kellett egy kis mérnöki e, finesz, illetve kellett hozzá egy jó oda humorérzék. Ezeknek a hekkeknek egyébként bőven túl léptek ezek, ezek már a, a, az MIT-n, hogy más nem mondjak, ugye a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen e, fiatal villamosmérnökként én is rengeteg ilyen hekben vettem részt. Ezek között a hekkek között bele lehet, a leg, leg, volt, vagy leg, egyik ilyen alapvető kreatív volt, amikor például a valószínűség számítás professzorunknak a bicikliét lakatolta le az évfolyam egy számzáras lakattal úgy, hogy a számzárnak a feloldása az egy igen bonyolult parciális differenciál egyenletnek a megoldása volt, amit nyilván a professzor úr finoman szóval nem vett jó néven, de értékelte azért a hekked, de megkért minket, hogy most ideje nincsen arra, hogy megoldja ezt a parciális differenciál egyenletet, úgyhogy legyünk szívesek megmondani. De az igazán nagy volumenű hekkeket pedig, amikor éppen nincsen pandémia, akkor a Sönherz kollégiumnak az október közepe táján esedékes diszkivilágításában lehet látni. Ez ugye a Sönherz Matrix, amikor minden egyes ablak mögé oda tesznek egy világító LED amit számítógépről lehet vezérelni, és hát a lehető legkreatívabb animációkat lehet és kell ebből kihozni. Na, az például az én csapatom találta ki annak idején. Szóval ezek a tipikus hekkek, és az MIT-nek ugye most már száz éves hagyománya van, nem meglepő, hogy azok a mérnök hallgatók, akik ott a modern Railroad road kábban voltak érintettek, ezt a fajta hacking szemléletet magukévá tették, és egyre inkább átment a hacking, a, a diácsényekből, abba az irányba, hogy számítógépeket lehessen használni, mert hogy a számítógép abban az időben ugye egy katonai. Projekt volt ott az egyetemen, tehát akárki azért nem férhetett hozzá, már pedig a fiatal mérnök hallgató már csak olyan, hogy nagyon szeretné használni a számítógépet, még akkor is, hogyha tilos. Tehát ebből fejlettek ki azok a hekkek, mint hogy például um, hogyan lehet olyan uh, kis uh, a számítógéphez, amit eredetileg a gyártó nem gondolt bele, vagy hogyan lehet mondjuk olyan kulcsokat gyártani, amivel ki lehet nyitni azokat az árakat, amik mögött a számítógép van. Ez egyébként a lockpicking nevű hobbinak a, a megalapozását is jelenti. Szóval ez az egész környezet kedvezett annak, hogy kialakuljon egyrészt az egész szájber életérzés, tehát hogy Mit is jelent itt a kibertérben hekkelgetni, mit jelent a kibertérben olyan csinyeket létrehozni, aminek nem feltétlenül örülnek az egyenruhások, vagy az kendősök. Illetve ekkor alakult ki az a Hekkeretika, amiről szintén ezen az előadáson majd egy kicsit beszélni fogok mely hekkeretika leírja azt, hogy milyen szépségek, milyen jó dolgok vannak a számítógépekben, de mégis a hekkeretika azért nagyon gyakran szembe megy az írott joggal, illetve szembe megy azokkal az elfogadott játékszabályokkal, amivel, mint említettem, akár a szöltőnyagkendősök, akár pedig az egyenruhások együtt tudnak élni. De az első kérdés, hogy ki is az a hacker. Az MIT-n már a kezdetektől kezdve vezettek egy kutya közönséges textfájlt, aminek az volt a neve, hogy a jargon file, azaz a jargon file, amit legutóbb 2003-ban frissítettek, az volt a 4.8-as változat. Ennek a jargon az volt a célja és a lényegen, hogy azt a különleges nyelvet, amit ott az MIT-n a a gíkek, a kockák beszéltek, ezt más is megértse, tehát gyakorlatilag csináltak egy kocka ember szótárat, ami lefordította azokat a szakszavakat, terminus-terminusokat, vagy éppen csak szlenget, amit ez a közeg használt. Ebben a jargonfájban található meg a is, és mint látni fogják, ez a, ez a hacker definíció, öndefiníció gyakorlatilag, ez meglehetősen különbözik attól a hacker képtől, amit most így a médiafogyasztókban alapvetően él. Az első de pont ebben úgy szól, hogy olyan személy a hacker, aki élvezi a programozható rendszerek részleteinek feltárását, és a képességei bővítését szemben a legtöbb felhasználóval, akik inkább csak a szükséges minimumot tanulják meg. Az RFC 1392 szerint olyan személy, aki örömmel veszi tudomásul a rendszer, különösen a számítógépek és a számítógépes hálózatok belső működését. Némi információ ehhez, mi ez az RFC 1392. Az RFC az az internetet szabályozó szabványoknak a halmaza, olyan szabványoké, amiket nem egy bizottság alkotott meg, tehát nem a Nemzetközi Szabványügyi Testület hozta létre, hanem az internetes közösség saját maga alkotta meg ezeket a műszaki szabványokat. Tehát gyakorlatilag ugye az internetet létrehozó eredeti közegnek az írásai, műszaki leírásai találhatók meg benne, de a műszaki leírások mellett ez a közösség még vette a fáradtságot arra, hogy a hacker definícióra is alakosan egy saját rfc -t. ez az RFC 1392, ezt bárki elolvashatja az interneten. Az első pont pedig kiemeli a nagy különbséget az átlaghoz képest, Olyanokat tesz a hekkerek közé, akik szeretik a számítógépet, akik, akiket érdekel, hogy mi van a számítógép meget, akiket érdekel, hogy hogy épül fel az egész belső szint, és szerintem mindenkinek az ismerősi körében található néhány olyan emberke, aki ezt a definíciót teljesíti. A második pont, aki lelkesen, akár rögeszmésen programoz, vagy aki sokkal inkább élvezik magát a programozást, mint a programozásról való elmérkedést. Ez a programozás, mint olyan, szerintem kevesen dolgoztak még programozó közegben. Nekem ugye volt szerencsém már vezetni három éven keresztül egy 70 főből álló programozó csapatot, de ez egy igen érdekes közeg, és ebben a közegben valóban időnként sokkal izgalmasabb az, hogy a kódolás maga, mint hogy valójában miért is kódolunk, vagy mi a célja ennek az egésznek. Nagyon sokszor lehet látni olyan pet projekteket, olyan e, hobbikat, amikor a programozás maga semmi más cél nem szolgál, mint hogy létrehozzon az ember egy olyan dolgot, ami amúgy már létezik, csak magáért a programozás örömért, csak azért, hogy én is meg tudjam csinálni, meg bebizonyítsam, hogy én is meg tudom ezt az egészet csinálni. Harmadik pont olyan személy, aki képes értékelni a heknek az értékét. Szerintem itt érezték a fél év folyamán rajtam is, hogy még hogyha mondjuk egy notpetyáról beszélek, akkor is elismeréssel szoktam általában szólni azokról, akik végrehajtják az adott kibertámadást, amennyiben az szép. Mert hogy én tekintettel arra, hogy ebben a hacker közegben szocializálódtam azért egy bő tíz éven keresztül, Megtanultam értékelni azokat a hekkeket, amik kimondottan szépek. Ez egy kívülállónak, egy átlagembernek pont semmit sem mond. Tehát a uh, Hekkes Lángos cím, című podcastban, hogyha belehallgatnak mondjuk a legutóbbi uh, adásba, ami mikor jelent meg, nagyjából egy uh, pár nappal ezelőtt, uh, tizenvalahanyadikán, november 10 án akkor hallani fogják azt, hogy az ott levő egyébként Hekker-Májcettel rendelkező három ember, mennyire szépen el tud lamentálni azon, hogy egy hek mennyire szép, tehát mennyire szép a kivitelezése. Dacára annak, hogy súlyos bűncselekmény van adott esetben mögötte. De ami szép, az szép, azt el kell ismerni, még akkor is, hogyha bűn, bűn szándékával hajtották végre. Ettől, aki ebben a közegben van, nem nagyon tud szabadulni, és egyben nagyon megkülönböztetjük azokat a hekkeket, amik valójában nem is hekkek, mert hogy nincsen mögötte semmilyen műszaki, szép műszaki kivitelezés. Kicsit úgy képzeljék el ezt, mint a, a műkorcsó, amikor a végén az ember fölemeli a számlapokat, és egy tízes skálán értékeli azt, hogy mennyire volt szép az adott hek. Négyes pont, olyan ember, aki jól tud gyorsan programozni. Jól, gyorsan, olcsót, ugye ismerik ezt a nagy hármast. Hát itt ez azt is mutatja, hogy miért olyan drága mondjuk egy jó szoftverfejlesztő, azért mert jó tud gyorsan programozni, az semmiképpen sem lesz a végén olcsó. Ezért van az, hogy a programozók most jelenleg a fizetési hierarchiának azért elésen a magas részén állnak, viszont nem minden programozó tud vagy jól, vagy gyorsan programozni, de azok az olcsók. Ötös pont. Egy adott program szakértője, vagy aki gyakran dolgozik a programon, vagy annak a segítségével, lásd a Unix-ekkel definícióját ugyanígy a zsargonfájban, az amerikai elnök választással kapcsolatban megkérdezték tőlem a múlt héten a tévében, hogy igaz-e az, hogy föltörték azokat a számítógépeket, amiben a választói adatbázisok voltak. Na, mit tudom én, hát nem voltam ott, nem láthattam, de egy dologban biztos vagyok, hogy azok a választói adatbázisok, azok még mindig azok a számítógépek, amiket valahol a 70-es években ebben a közegben szocializálódott emberek fejlesztettek ki, és még mindig működnek, azaz gyakorlatilag Simán lehetőség, lehetőség van arra, hogy azok, akik még, még ismerik azt, hogy hogy is működik a számítógép, amiből az amerikai elnökválasztást levezényelték, valószínűleg 70 és 80 év környékén vannak, de tudja, hogy megfelelnek ennek az ötös pontnak. Hatos. Bármilyen szakértő vagy rajongó lehet valaki, például csillagász-hekker is. Tehát aki magában hordozza ezeket az eddig felsorolt képességeket, de nem a számítógép a, a lényege, hanem mondjuk nem tudom, milyen részeske fizikát kutat, de olyan kreatív megoldásokat hoz ki számítógéppel, ami a részecske fizikát előrébb tudja e, mozdítani, az is belefér egyébként a hekker kategóriába. Hetes pont, aki élvezi a korlátok kreatív legyőzésének vagy megkerülésének intellektuális kihívását, és ebben a pontban keressék igazából azt, hogy a hacker miért megy szemben a társadalmi szabályokkal. Azért, mert szerepel benne a korlátok kreatív legyőzése, azaz a korlátnak a legyőzése. Rólunk szokták magyarokról mondani, kicsit kitárk kiegészítve egy közép európaiakról hogy mi olyanok vagyunk, akik a korlátokban nem hiszünk, és ezeket nagyon szeretjük legyőzni. Éppen ezért közép-kelet-európában van szerintem a legtöbb kreatív, kiváló hacker, de ugyanígy tudnám mondani Izraelt, vagy ugyanígy tudnám mondani, hogy az Egyesült Államokat megnézik, akkor azt látják, hogy a legjobb hekkerek jellemzően vagy zsidó vagy pedig kelet-közép-európai származásúak, mert hogy ezeken a területeken lehet igazából látni azt, hogy a korlátok, mint olyanok, azok legyőzendő dolgok, azok kikerülendő dolgok. Ugye a magyarokról mondják azt, hogy egy magyar onnan lehet fölismerni, hogy, el, hogy utoljára megy be a forgóajtóba, de először jön ki belőle. Ez a, ez a tipikus példája ennek a bizonyos korlát legyőzésnek. Az, hogy mi nem tudunk ezzel jól élni ebben, az is benne van, hogy túlságosan tiszteljük a, a, a hogy mondjam, a rangot, a, a, vezetést, az uralmat, és ezért nem tudunk, nem tudjuk ki aknázni gyakorlatilag az ebben rejlő lehetőségeket, amit úgy tűnik mondjuk a saját szakmámban leírni, hogy a legjobb hackerek, ahelyett, hogy kihoznák a lehető legjobb innovatív megoldásokat és degesztre keresnék magukat, mint hogy az izraeliek ezt egyébként csinálják, inkább beállnak egy langyos állóvízbe egy multihoz jól keresni. Tehát a képesség meg lenne, csak nem hozzuk ki belül azt, ami benne van. Nyolcas, és itt ugye nem én írtam, hogy elavult, hanem a jargon file írja, hogy elavult ez a definíció. A rossz beavatkozó, aki kényes információkat próbál felfedezni próbálkozással, ezek a jelszóhekkerek, vagy a hálózati hekkerek, ma már a helyes kifejezés ezekre a cracker. Tehát a fekete kalaposokat, a bűnözőket, akik visszaélnek, a mindenfélével, őket a hacker saját magából kiveti, és egy külön szóval a krekkerrel eh, jelzi, vagy eh, has, ezt a szót használja erre a közegre, nem tartja maga közé valónak azt, aki visszaél ezzel az egész történettel. A hacker tehát saját definíció szerint azok a fehér, vagy maximum szürke kalaposok, akik nem okoznak kárt, ezzel szemben a krekkerek, a fekete kalaposok, azok, akik jelentős kárt okoznak a közösségnek. És hogy mit lehet csinálni, ezt a hekkeretika foglalja össze. A hekkeretikával először 1984-ben egy könyvben lehetett találkozni, ezt a könyvet Stephen Levy írta, a címe pedig az, hogy Hackers, Heroes of the Computer Revolution, ami azért a nagyon furcsa könyv, mert 84-ről van szó, tehát hogy, hogy nekünk, önöknek, nekem nem annyira talán, hiszen akkor már éltem, és akkor már használtam számítógépet, de önöknek az, hogy 84-ben már megvoltunk, túl voltunk a számítógépek forradalmán, ez talán egy furcsa megértésnek tűnik, viszont igazából ott a 84-es év egy nagyon fontos év lesz, hogy mutatni fogom, de körülbelül akkor zárult le a számítógépnek az első forradalma, akkor lépett át a számítógép a mindenki játékában, ugye mindenkit itt az amerikai felső, osztály, felső középosztályba értjük, akiknek tellett erre az egészre, de tulajdonképpen, hogy a Commodore 64-es számítógépek itt Magyarországon is már megjelentek az otthonokban a számítógépek, inkább a 80-as évek második felében. Na tehát lényeg a lényeg, hogy Stephen Levy megírta ezt a könyvet, és összefoglalta, hogy mi történt addig. Megjegyzem egyébként, a Stephen Levy írta a legjobb könyve Steve Jobs halála után is, tehát ő az egyik legjobb technológiai író, és a könyveit mindenképpen ajánlom a figyelmükbe. Szóval Lévi foglalta össze ebben a Hackers című könyvben azt a néhány pontot, ami a hackeretikát összefoglalja, ami a hackeretikához kapcsolódik, ahogy az eredeti mit is hackerek annak idején működtek. Ennek az első pontja úgy szól, hogy a számítógéphez való hozzáférésnek és bárminek, ami megtaníthat valamit arról, hogy a világ hogyan működik, korlátlannak és totálisnak kellene lennie. Gondoljanak bele abba, hogy mondjuk azok a egyenruhás hallgatók, akik itt tanulnak az egyetemen, ebben a korlátlannak, meg totálisnak című megjegyzésben vajon, vajon, mit értenek bele, mit hallanak bele. Hát az biztos, hogy a hatalom, az soha nem szereti, hogyha a hatalmon kívüli emberek bármi, bármiről azt mondják, hogy az ő hozzáférésük, az ő lehetőségük korlátlan és totális. Ez már egy olyan vita anyagot, vagy vita pontot szült a mindenkori hatalom és a mindenkori hacker szubkultúra között, ami de természetűből adódóan feloldhatatlan. Minden információnak hozzáférhetőnek kellene lennie. Na, ez egy újabb olyan pont, amit tetszőleges közigazgatás, közigazgatásban dolgozó, hogyha végig gondolja, hogy milyen információk keletkeznek csak ott, és végig gondolja, hogy ehhez valakik hozzá akarnak férni, méghozzá úgy, hogy minden információ hozzáférhetnek, ez megint csak egy feloldhatatlan kérdés. Gondoljanak, Magyarországon például az szabadságról rossz törvénybe, tehát most ugye azt sem tudjuk, hogy egy-egy kórházban összesen hányan fekszenek COVID-dal, holott más országokban ezt hozzáférhetővé tették, a mi kormányunk úgy gondolta, hogy ez nem hozzáférhető, és ez már egy elég triviális érdekellentétet szül a hatalom és azok között, akik emelt az információt kardoskodnak. Ne bízz a hatóságban, támogasd a decentralizációt! Ugye egy vég, végletekig centralizált ö, országban élve ez a fajta gondolatmenet, pláne úgy, hogy a hatóságban ne bízzunk, megint csak igen igen, igen érdekes ö, felvetés. A hekkereket az általuk elkövető tettek alapján kellene megítélni, nem pedig iskolai végzettség, kor, faj vagy pozíció alapján, kis apró példa, amikor egy ilyen nagyon jó hackert próbálnak fölvenni egy multi céghez, akkor az első elvérzési pont az a három osztályon szokott lenni, ahol megkérdezik, hogy az adott személynek milyen diplomája van, az adott személynek pedig nincs diplomája, mert a diplomáját az élet egyetemén szerezte. És nagyon régen, nagyon sokan küzdünk azért, hogy lehetőleg bizonyos pozícióban, ne az legyen a fontos, hogy az embernek milyen diplomája van, hanem az, hogy mit képes megcsinálni. Van, ahol ez már sikerült. Művészetet és szépséget kreálhatsz a számítógépeden. Aki nem ebben él, az nem tudja elképzelni, hogy mit jelent a kódnak a szépsége, vagy mit jelent egy hacknek a szépsége, holott ezeknek is van egyfajta szépségük, csak nyilvánvalóan ezt a kívülállók nem feltétlenül tudják megítélni. És a végén a számítógépek jobbá tehetik az életedet. Ez egy meglehetősen régi és naív feltételezés. Ezzel én magam sem feltétlenül tudok már egyetérteni, ugyanis a számítógép bár jobbá teheti az életünket, és nyilván jobbá is teszi az életünket, de látszik az, hogy a számítógép által létrehozott kibertér azért az emberiségből kihozott egy csomó olyan dolgot, ami, ami jobb lett volna, hogyha benn marad. Hozzáteszem, hogy még ebben az időszakban a hacker szubkultúrában is nagyon sokakból kihozott olyan dolgokat, ami jobb lett volna, hogyha benne marad, de a számítógép ugye egy hatalmas szabadságot ad, amivel nem mindenki tud élni. És hogy mennyire ellentmondásos volt ez az egész helyzet, engedjék meg, hogy fölolvassam a hacker kiáltványát 1986-ból, ami azért egy fontos íromány, mert 1984-ben került be először az Egyesült Államok büntető törvénykönyvébe a számítógéppel követett visszaéléseknek a közege, vagy a pontja, és 1986-ban ezt pontosították, tehát 86-ban az FBI elkezdte összefogdosni a hekkel szubkultúrába tartozókat. És ebben az időszakban az egyik szubkultúrában nagyon mélyén érintett személy, a Lloyd Blankenship egyébként, aki azóta programozóként dolgozik, kitette az internetre, az akkori internetre, amit még nem a mostani fogalmakkal vett internetként kell érteni, kiírta ezt a kis novellát, ami nagyon jó rámutat arra az ellentétre, ami a hatalom és a az információ szabadságában, az egész internet szabadságában érintettek között feszül, és ami nagyon szépen látszódik a mai napig gyakorlatilag. És hogyha azért hoztam a hekkel kiáltványát, hogy lássák, miből is táplálkozik tulajdonképpen az egész hektivista mozgalom. Szóval a hekkel kiáltványa így szól. Még egyet elkaptak ma minden újságban benne van. Letartóztattak egy tínédzsert számítógépes bűncselekményért. A bankba való behatolás után letartóztattak egy hekkert. Átkozott kölykök. Mindegy formák, de te néztél valaha egy hekker szeme mögé? Gondolkodtál már valaha azon, hogy mi mozgatja, milyen erők formálják, mitől lett ilyen? Hekker vagyok, lép be a világomba. Az én világom az iskolában kezdődik. Okosabb vagyok, mint a többi srác. Ez, ez a marhaság, amit tanítanak untat. Átkozott alul teljesítő Mindegy formák középiskolában vagyok. Hallgattam a tanárokat, ahogy 15-ször is elmagyarázzák, hogyan kell egyszerűsíteni a törtet. Értem. Nem, Mrs. Smith? Nem írtam le a házit. A fejemben csináltam meg. Átkozott kölyök. Biztosan lemásolta. Mindegy formák. Egy felfedezést tettem ma. Találtam egy számítógépet. Várjunk csak egy pillanatra? Ez király. Azt csinálja, amit elvárok tőle. Ha mégsem, az azért van, mert elrontottam valamit. Nem azért, mert utál engem, vagy fenyegetve érzi magát. Vagy azt gondolja, hogy okostóni vagyok, vagy nem szeret tanítani, és nem kellene itt lennie. Átkozott kölyök, folyton csak játszik, mindegy formák. És akkor történt, kinyílt a kapu a világra, végig rohant a telefonvonalom, mint a heroinak ábítószer függő vérében. Egy elektronikus impózus, megy menedék a mindennapok inkompetenciája elől. Megtaláltam a hajót. Ez az, ide tartozom. Mindenkit ismerek itt. Még akkor is, ha soha nem találkoztam velük, soha nem beszéltem velük, és soha nem halok felülük még egyszer. Minden ismerem. Átkozott kölyök megint lefoglalja a telefonvonalat, mindegy formák. Biztos vagy benne, hogy mindegy formák vagyunk? BP teleletetetek bennünket az iskolában, mikor misztékre vágyunk. A hús apró darabja amelyeket átengedtetek nekünk, előre megrágottak és ízetlenek voltak. Szadisták uraltak bennünket, és egykedűvel néztek el fölöttünk. Az a néhány valaki, akinek volt mit tanítani nekünk, tehetséges diákoknak tartott bennünket, de az a néhány olyan volt, mint a vízcsepek a sivatagban. Most már ez a mi világunk az elektronok és kapcsolók világa a bót szépsége. Mindjárt használunk egy már létező szolgáltatást, amelyik rohadt olcsó lehetne, mohó nyerészkedők kezében lenne, és minket neveztek bűnözőknek. Felfedezünk, és bűnözőknek neveztek bennünket. Tudás után kutatunk, és bűnözőknek neveztek bennünket. Bőrszín, nemzetiség, vallási nézetek nélkül létezünk, és bűnözőknek neveztek bennünket atombombát gyártatok, háborúztok, gyilkoltok, csaltok és hazudtok nekünk, és megpróbáljátok elhitetni, hogy ez a mi érdekünkben történik, és akkor mi vagyunk bűnözők. Igen, bűnöző vagyok. A bűnöm a kíváncsiság. A bűnöm az, hogy azután ítélem meg az embereket, amit mondanak és gondolnak, és nem a külsejük alapján. A bűnöm, hogy okosabb vagyok, mint ti. Ez olyan dolog, amit soha nem fogtok nekem megbocsájtani. Hekker vagyok, és ez a kiáltványom. Megállíthatjátok az egyént, de nem állíthattok meg minket. Végül is mindegy formák vagyunk felfedezik benne azt a mondani valót, amit az Anonymous szövegben kaptam, hogy we are legion, we do not forgive, we do not forget. Gyakorlatilag ebből a kiáltványból táplálkozik minden, ami a hacker szcénával, illetve az egész hackerizmussal kapcsolatos, és szerintem, hogyha visszaemlékeznek a középiskolás idejükre, akkor föl tudnak idézni az osztályukban egy-két embert, akire pontosan ráillik ez a, ez a rövid leírás. És én ugye már, már régen túl vagyok ezen a koron, de azt Tudom mondani, hogy amikor egy ilyen közegbe kerülök, akkor megértem, hogy mit jelent az, hogy ez az ide tartozom, mindenkit ismerek itt, még akkor is, ha soha nem találkoztam velük, hiszen nagyon eh, hasonló gondolkodású embereket lehet találni. Ugye bizonyos hekkés lángosnak van egy fóruma, vannak benne 500-an, gyakorlatilag eh, az, egy, az egy olyan közeg, amiben gond nélkül megtalálom a hangot bárkivel, és tudom, hogy mit gondol a másik, mert ez az a szubkultúra, ez az a széna, ahova ezek az emberek tartoznak. És ez az a széna, ahonnan egyébként kinőnek nem csak a, hekkeri, a hektivisták, hanem kinőnek egyébként azok a kiberbűnözők is, akik utána a rossz oldal, a sötét oldalra állva e, hajtanak végre támadásokat. Meg ez az a közeg, ahonnan egyébként a titkosszolgálatok és a sereg is megpróbál embereket toborozni, és próbálja az ezzel a mentalitással élőket így úgy, ahogy, de valahogy e, ugye betenni abba a kockába, amiben egyébként nem feltétlenül férnek be. Ettől a pillanattól kezdve fejlődött, mert hogy voltak nagy hősei. Ott volt John Draper, aki uh, Captain Crunch egyébként, aki egy kelloxos um, dobozból, alkotó, keloxos dobozban található síbból uh, uh, tudott magának ingyen telefonelőfizetést csinálni, mert gyakorlatilag az a síp, ami benne volt, az pont ugyanezen a frekvencián rezgett, mint amivel az amerikai telefonhálózatban ingyen vonalat lehetett kérni. Vagy ott volt Steve Jobs és Steve, Steve Wozniak, az Apple két megalapítója, akik közül ugye Steve Jobsot remek marketing szakemberként tartják számon, de ott volt Steve Wozniak, aki az első Apple számítógépeket összepakolta, és nem utolsó sorban ők is csináltak azért olyan dobozt, amivel ingyen lehetett számítógépeket csinálni. És az ő hacker mindsetjük is segített ahhoz, hogy az Apple számítógépeken keresztül ma már mindenkinél otthon, otthon vannak a számítógépek, illetve aki, ugye mindenkinél ott van már az okostelefon. Vagy ott volt az a Kevin Mitnick, akinek a legendás hacker című könyvét magyar fordításban az elsők között jelentették meg és elsők között lehetett magyarul is elolvasni, hogy mit is jelent hekkelni. Steve, illetve Kevin Mitnicket folyamatosan letartóztatták a 70-es és 80-as években, a 90-es évek közepéig gyakorlatilag, és az első olyan nagy hekkel egyéniség volt, akiért külön elindult egy mozgalom, a Free Kevin kampány, 95-ben, hogy engedjék őt szabadon, mert ő tulajdonképpen csak azt csinálta, ami a, a Hacker a hacker manifestobban, a hacker kiáltványban le volt írva, gyakorlatilag a nagy cégektől szerzett meg dolgokat, ahelyett, hogy fizetett volna érte. Vagy megjelent 1984-ben a 2600 magazin, a Hacker Quarterly, az első folyóirat, ami a hackerekkel foglalkozott. Az orosz kiberbűnözők egyébként, amikor még nem kiberbűnözők voltak, meg nem Putyin katonái voltak, hanem érdeklődő orosz hackerek, akkor ebből a 2600-ból tudták megtanulni azt, hogy mit is jelent a, a hackerésnek az alapja vagy ott volt 88-ban Robert Morris, aki elindította az első internetes kártékonykódot, az első férget, a Morris férget, ami 6000 számítógépet fertőzött meg az, az akkori interneten, ami egy hatalmas nagy szám volt. Úgyhogy hekkek azok mindig is voltak, és a hekkek alapvetően végigkövették a 70-es, 80-as, 90-es évek elejét, és ebben a közegben ezekkel a nagy nevekkel fejlődött ki, fejlődtek ki azok a csoportok, azok az első hacker csoportok, akik utána a hektivizmust, mint jelenséget létrehozták. Ennek pedig az alapja az 1983-as háborús játékok című film volt. A háborús játékok, vagy pedig Wargames, Matthew Broderick főszereplésével jelenítette meg először gyakorlatilag a, a hackert, a fiatal hackert, mindazt, akiről én beszéltem, a film eszközeivel. A sztori az nagyjából az, hogy van egy ilyen geek, van egy kocka, akinek otthon van a számítógépe, a számítógéphez kapcsolódik egy modem, a modemen keresztül pedig véletlenszerűen telefonálgat be, hív be más telefonszámokra, hát ha a másik oldalon is egy számítógép van, amiből be tud lépni, és egészen véletlenül egy olyan számítógépre talál rá, ami az Egyesült Államok és a Szovjetunió közötti nukleáris háború esélyeit számolgatja, ugye a, a, a game theory, tehát a játékelmélet segítségével, és hát ezt a hacker nem tudja elkezd játszani ezzel a számítógéppel, amivel köze, egyre közelebb hozza a nukleáris háború kirobbanásának a veszélyét. Nézzük meg nyugodtan, ha jól emlékszem, a vidám fönn is van az egész film, egy nagyon-nagyon jó film ami akkoriban nem feltétlenül szólt nagyot, kivéve annak a közegnek, akik ezután érdeklődtek. Ugye ez egy olyan időszak volt, amikor már tömegesen kezdtek el az amerikai fiatalok számítógépeket használni, főleg a játéktermekben, de hát volt, akinek a játék nem volt elég, ők tovább szerettek volna menni, meg különben is a játék az, az mindenkinek való, de hogy a hekkel is az, az már azért a szakértelmet is elvárja. Magyarul ez a háborús játékok film segítette elő azt, hogy a, a széna iránt érdeklődő fiatalok csoportokban rendeződtek. Ennek a legnevesebb képviselője a Cut of the Dead Cow, azaz a halott tehén kultusza nevű csoport volt, ami a tehénből is következhetően, ugye Texasban jött létre, Texasban hozták létre téma iránt érdeklődő fiatalok, de eközben azért voltak más, Kiemelkedő hacker csoportok is az Egyesült Államokban, mint például a Legion of Doom 1984-ben jött létre, az USA különböző részeiről egyesítette a, a fiatalokat. A Masters of Deception, ami New Yorkban kimondott, egy New York központi hacker csoport volt a 80-as évek végén, vagy a Loft Heavy Industries nevű csapat 92-ben Bostonban jött létre, és ugye a Loft mutatja, hogy egy ipari környezetben, tehát egy kimondottan a... a Ilyen, ilyen, industriális környezetben mű, működgető e, csapatocska volt. És ezek a csapatok nagyon mélyen letett, letették a névjegyüket mind arra, amit ma hekkerizmusnak, vagy éppen hektivizmusnak e, ismerünk. Olyannyira, hogy az egyik e, csapatot, méghozzá a Cult of the Dead a képviselőit, ezeket ezt 98-ban be be is, hívtak a, be is hívtak az amerikai kongresszus elé, mert hogy egy konferencián azt találták mondani, hogy ők tudják azt, hogy hogyan lehet leállítani az egész internetet, tudják azt, hogy hol van az internet csapdája, és az amerikai szövetségi szervezetek akkor már nagyon-nagyon jól ismerték a cut of the dead nagyon közelről is elhitték nekik, hogy az internetet tényleg le, le, le lehet állítani. Na most első kérésem nézenek rá erre a képernyőre, különösen ott a középen levő hosszú jó fiatal emberre. Tehát milyen lehet az a, hogy érezhetik magukat azok a kongresszusi képviselők, akikkel szemben mondjuk ott volt Mács, vagy éppen Kingping, vagy éppen Welt Pono, esetleg, esetleg, Space Rouge, tehát akiknek a valódi neve nem szerepelt kint a névtáblán. Ráadásul, hát pontosan úgy néztek ki, mint ahogy az ember egy heket elképzel hogy kicsit a kátorda detkára visszautaljak, tehát azért az a, az az öltöny meg a nyakkendő logot rajtuk, mint a hénen Tehát nem feltétlenül olyan arcok voltak, akik úgy jellemzően megjelennek a kongresszus előtt. Viszont jól mutató, hogy hogyan konvergálódik egymáshoz a hekkerszéna és a hivatalosság, hogyan válik egyre inkább elfogadottá az, hogy igenis ezeknek a sajátos gondolkodású fiataloknak a, a tudása talán beleintegrálható valahogy a, az állam gondolkodásába, és hogy nagyon is megéri ezeket az emberkéket összehozni, közelebb hozni az államhoz. Olyannyira, hogy Mács későbbiekben be is állt az állami szolgálatba, és készült róla egy nagyon szép fotó, vagy sokkal rövidebb, és sokkal kevesebb hajjal egy amerikai zászló előtt keresenek rá nyugodtan az interneten. Tehát ezek az emberek azért változtak. Mint ahogy nagyon jól látom én is a, a, a saját ismerősi körömben, hogy azokból a lázadókból, akik még teljesítik a eredeti definícióját, hogyan lesznek, ahogy a kor, korban előre halad az ember, hogyan lesznek olyan olyanok egyre többen, akik én is elkezdik szolgálni az államot, mert mert ugye a haza mindenek előtt, ugye, hogy, meg tudásommal hazámat szolgálom, hogy saját példát mondjak. Mert ezek a, a, ezek a dolgok, ezek is fontosak tudnak lenni. Viszont vannak, akikben ragadnak. Meg fogok majd emlékezni Julian assange a Wikileaks szalapítójáról aki pont ugyanebben a közegben nőtt fel, pont ugyanebben az időben, akinek viszont nem sikerült kinőnie ezt a hekker szemléletet, és pont, hogy az államot támogató, de mégis sajátos gondolkodású emberből egy államot halásó, az állam ellenségévé váló emberré vált. A gondol gondolkodást, az egész szocializációt az ember, tehát nem veszíti el, az mindig, mindig velünk él, de, de, de hát van, aki úgy marad, meg van, aki ebből az egész történetből. Magyarországon a hekker széna E, valahol a 90-es évek végén kezdődött el, kezdett e, láthatóvá válni. Láthatóvá válni, mert hogy egyébként a hackerizmus, ugye, mint mondtam, itt a magyar mentalitásban azért mindig is benne volt, de e, igazából a klasszikus, ilyen értelemben vett e, hacker csoportosulása az a 90-es évek második felében jelent meg. Megjelentek az első olyan hollapok, amikről már információkat lehetett szerezni. Voltak találkozók a való életben is, megjelentek azok a BBS-ek, bulletin board szisztemek, betárcsázós internetes vagy betárcázó szerverek, ahova föl lehetett menni, és elkezdett kialakulni egy, egy, egy új hacker generáció. A hacker generációit én Magyarországon egyébként úgy osztom föl, hogy volt az első klasszikus hacker generáció, akik viszont többnyire állami szolgálatban dolgoztak, titkosszolgálatoknál, seregnél, kutatóintézetekben, akik nagyon sok csavaros dolgot csináltak, amiket remélem, hogy egyszer majd, hogyha titkosítások elmúlnak, akkor valaki föl fog dolgozni. Belőlük lettek ennek a szakmának a megalapítója a 80-as évek végén, a 90-es évek elején, de ők még szénát nem igazán alkottak. Viszont a 80-as évek második felétől már a Commodore 64, a demószén környékén, voltak olyan fiatalok, tipikusan, ugye a 70-es években születetteket lehet ide tenni, akik már azért nézték, figyelték azt, hogy mit lehet egy számítógépből kihozni. A demószénak például még a mai napig él től is van dolgozva a történetük Youtube-on elérhető dokumentumfilmben. Itt ő belőlük nőtt ki, velük állt kapcsolatban a 90-es éveknek az a, az a közegem, amiből az első hekker csoportok ki tudtak nőni. Ők ugye most nagyjából az 50-es évek generációk, én őket tartom a második generációs hekkereknek, én pedig már a harmadik generációs csoportba tartozom, akik a 90-es évek legvégén, a 2000-es évek legelején kezdtek vagy kerültek be ebbe a szénába és ennek a szénának a kezdeti pontjai a, a konferenciához kapcsolódnak. Ezt a Hacktivity konferenciát 2003-ban szervezték meg először Tatabányán, és ez volt az első olyan konferencia, ami egyébként az amerikaiaknak már 84-ben megvolt. Nekünk kellett azért várni rá majd 20 évet ahol már össze tudott jönni a, a szénához tartozó embereknek a többsége, és tudtunk beszélni erről az egész kérdéskörről. Most mondanom sem kell, nyilván, hogy a Activity konferencia az úgy kezdődött, hogy a konferencia előtti napon valaki meghekelte az ORFK-nak a, a, honlapját, a poliszhu és kitett e, rá egy e, meglehetősen más e, más tartalmazó weboldalt, ugye difészelte a polisz.hu, tehát ennek megfelelően egy kellően jó hangulatot sikerült megalapozni a 2003-as konferenciához, ahol egyébként még többen voltak a rendőrök meg a titkosszolgák, mint a hekkerek. De utána 2004-től ez a konferencia beindult, elkezdődött Budapestre jött, és a mai napig tart, és Kelet-Közép-Európa egyik legismertebb technológiai konferenciája volt. Hát nekem 2004 és 2010 között sikerült e, főszerveznem ezt az egész, egész, konferenciát, és roppant büszke vagyok rá, hogy sikerült valahogy a hacker szénát berobbantani. Ennyit a hacker szénáról, és kicsit térjünk át akkor az információ szabadságával kapcsolatos kérdésekre, honnan jönnek a hektivisták. A hektivisták onnan jönnek, hogy abban a bizonyos, de modern írót klubban ott az MIT-n volt két úriember, Jack Dennis és Peter Samson, akik kidolgozták az úgynevezett Information Wants to be Free doktrinát, koncepciót, azaz az információ szabad akar lenni, amit, mint láttak már, a hekeretikában is nagyon jól szabadon lehetett követni. Először ezt az Information Wants to be Free-t viszont nyilvánosan 1984-ben ez a bizonyos Hackers Conference, az első hackereknek szóló konferencián, amit egyébként Stephen Levy könyve miatt által véget tudtak és akartak összehívni, szervezett meg egy Stuart Brand nevű úriember, aki így fogalmazta meg az Information Wants to be Free-t, Egyrészt az információ drága akar lenni, mert nagyon értékes. A megfelelő információk a megfelelő helyen egyszerűen megváltoztatják az életedet. Másrészt az információ ingyenes akar lenni, mert a kinyerésének költsége folyamatosan csökken. Tehát ez a kettő harcol egymás ellen és e, amikor arról beszéltem nagyon-nagyon sokat, hogy az információt mennyire könnyen össze lehet gerebézni ma már az internetről nyílt forrású megoldásokkal, vagy hogy a különböző gépi tanuló algoritmusok mennyire jól tudják az információt előállítani a különböző adatokból, akkor ennek a, az alapjait is valahol itt kell keresni. Hogy miért is akarjuk tulajdonképpen az információt titokban tartani, amikor az egész úgy is ki van az interneten. Vagy kicsit tágabb értelmezésben vannak-e egyáltalán még titkaink? Vannak-e magántitkaink, mondjuk a nagy technológiai cégek előtt, hogy az államoknak egyébként vannak és lehetnek -e titkaik, hiszen úgy is össze tudjuk szedni, hogy ezt, ezt, éppen, ezt akarjuk megtenni. Az information wants to be free, tehát az alapja mindennek, amivel még, még ma is küzdünk. Egy rövid intermezzót viszont engedjenek meg, nem? Föltűnt az, hogy 1984? Föltűnt az, hogy Uh, ugye az 1984 című Orváli könyv, ez pont akkor, abban az évben vált valósággá? Ugye Orwell évtizedekkel korábban írta meg, uh, meg, a, meg azt a könyvet. Viszont az 1984-es év az egész hackerizmus történetében egy fordulópont, hiszen ugye ekkor indult el a 2600 magazin, ekkor jelentek meg az első hacker csoportok, ekkor jelent meg Steve junlain a könyve, ekkor tartották meg a Hackers conference Ekkor vált valósága a Wargames egy évvel korábban, 83-as Wargames című filmnek a hatása. Ekkor jelenik meg az USA jogonyagában a számítógépes bűnözés fogalma. Tehát a 84-es év az mindenképpen egy fordulópont. Én próbáltam az interneten rákeresni, hogy ez mennyire volt tudatos vagy nem tudatos. Valószínűleg mindenképpen ott motoszkált akkoriban ennek az évnek a fontossága a könyv miatt, de Isten igazából nem találtam olyan forrást, ami egyértelműen összekapcsolta volna ezeket az eseményeket a 84-es évvel, de, de nem vagyok, nem lennék teljesen meglepve akkor, hogyha, hogyha egyszerűen összeértek volna a dolgok. 84-től datálva jutottunk el oda, ahhoz a megfigyelésekkel teli Big Brother-i világba, amiben ma is élünk. Na de mi a hektivizmus? A hektivizmust a Cult of the Dead cow a tehenes hacker csoportnak az egyik alapítója fogalmazta meg, és egy másik tagja oszta létre magát a szót, Omega volt egész pontos, pontosan, aki a hektivizmus mit szót megalkotta, és Count Zero volt az, aki leírta, hogy az emberek felhatalmazásának célként való kitűzése, hogy a világ tudomást szerezen az igazságtalanságokról, az emberi jogok megsértéséről, más szóval az információ áramlás megszervezése világszerte, korlátozások és cenzúra nélkül. Ez a hektivizmus. Ami nagyon szép lenne, meg nagyon jó lenne, hogyha nem sérteni az állam érdekeit egyébként számos esetben. De a hektivizmus maga tehát ide, ehhez a fix ponthoz kapcsolható, és az első hektivista akció is nagyjából így alakult. Az első hektivista akció, ez Kína, Kínában történt meg. 90-es évek legelejéhez kapcsolódik a történet, mi történt akkor Kínában? Ugye megtörtént a tnm téri tüntetés, vérengzés, stb. 89-ben. A kínai állam egyrészt elkezdett bekeményíteni, elkezdte visszaszorítani a rendszerellenes véleményeket, elkezdte eltüntetni az ellenzékieket. Másrészt viszont elkezdte kinyitni az országot, és elkezdte azt a gazdasági mechanizmust fejleszteni, aminek az eredménye ugye most 2020-ban nagyon szépen látható. Ekkoriban tehát a feladat az az volt, hogy valahogy ki kellett volna menteni Kínából az, azokat az ellenzékieket, akik jó esélye volna egy életre valahol valamilyen kínai munkatáborban. Az ő kimentésük az Hongkongon az akkor még nagy britanniához tartozó Hongkongon keresztül történt, és a kimentést a szó szerint kell érteni, tehát nem egyszer konkrétan szőnyekbe csavarva tudták őket kihozni Kínából. Kik, kinek van erre lehetősége, a titkosszolgálatok, és akikben vannak Kínában, tehát a szervezet bűnözés, aki pénzből él, úgyhogy a kínai triádok a CIA hadhatós együttműködésével tudták kiszabadítani azokat, akiket erre érdemesnek találtak. És ezek az emberek elkerültek az Egyesült Államokba, ahol látszólag ugyan szabadságban éltek, de valójában elkezdték hűen szolgálni a triádokat, meg nyilvánvalóan a CIA-t is. Na, hát egy ilyen emberrel a történet szerint, mert hogy mert ugye ez egy történet, hogy így történt, vagy nem így történt, ezt ugye csak azok tudják, akik ott voltak, de a történet szerint a Count the Dead Cow egyik prominense, Oxblood Ruffin, találkozott egy e, ilyen kínai diszidenssel, e, aki úgy mutatta be magát, hogy ő Blondivong, Wong. Aki kínaiakkal tárgyat, már azt tudja, hogy miután ugye van ilyen bonyolult nevük, amit az angol szászok általában nem tudnak megjegyezni, általában úgy szokta bemutatkozni, hogy ők Jack meg Joe. Hát e, Blondie Wong, ennek is volt egy bonyolult kínai neve, és miután szerette a Blondie nevű együttest, úgy egyszerűsítette le Oxblood Raffinnak a, hely, a helyzetét, hogy blondiként mutatkozott be. Szóval Blondi Wong volt az, akin keresztül a Cat of the Dead Cow kapcsolatba tudott lépni a Hongkongban működő kínai ellenzékieket szabaddá tevő csoporttal, és az ő együttműködésüknek az eredménye lett az első aktivista akcióma úgy nézett ki, hogy a, a Hongkong Blondes nevű csoport állítólag elérhetetlenné tette csomó kínai állami számítógépet, tehát igen, a zavart okoztak a 90-es évek legelejének kínai rendszereiben. És ez az állítólag szó, ez azért állítólag, mert hogy ez a történet, az biztos, hogy megtörtént, tehát biztos, hogy valakik komoly károkat okoztak akkoriban Kínában. Jelzem valószínűleg ennek köszönhető a kínai nagyfal kiépítése is, mert elég korán megtapasztalták a kínaiak, hogy mennyire problémás tud lenni, ha kívülről beavatkoznak a számítógépes rendszereikbe. Viszont azt, hogy valójában léteztek-e a Hongkong blonzok, vagy ez az akció csak és kizárólag a Call of the Dead Cow akciója volt, esetleg a CIA és az NSA hadhatós együttműködésével történt mindez a varkeltés és a, a Call of the Dead Cow, volt az első proxy csoport, akit egy államilag végrehajtott hackertámadásban e, fölhasználtak. Hát ennek a kiderítése nyilván még, még várat magunkra. Mindenesetre Oxplot Drafinnak a történetét, a hátterét, illetve ezt az egész sztorit el tudják olvasni, ha rákeresnek erre a címre, az ő szemszögéből levő dolgok le vannak írva, aztán, hogy így történt, nem így történt, nyilván nem tudom, de roppant érdekes maga a sztori. Majd ezt követte a következő komoly ilyen hektivista uh, cselekmény, 1999-ben a Legions of the Underground nevű csoportosulás, ami több hacker csoportot fogott össze, kirobbantotta az 1999-es Cyber Irán és Kína ellen akartak végrehajtani uh, kibertámadásokat, viszont néhány jó nevű, a legjobb nevű hacker csoport a 2600 magazin, a Chaos Computer Club, akik németek, a Cult of the Dead Cow, a Hispahek, akik nem tudom, de szerintem nevük alapján hispánok lehetnek, tehát vagy spanyolok, vagy mexikóiak, a Loft Heavy Industries és a Frequent Pulsars nevű csoportok egy közös kiáltványban tették közé, hogy ők nagyon nem értenek egyet azzal, hogy a hacker csoportok állami zavarást hajtanak végre. Tehát ezzel kvázi lebeszélték a Legion of the arról, hogy ezt a támadást végrehajtsák. Ami megint csak felveti azt, hogy vajon mekkora befolyása volt már akkor az amerikai szolgálatoknak ezeknek a csoportoknak a működésére, vagy pedig mennyire volt ez a kiáltvány ténylegesen a 80-as évek elejének hekkeretikájára való visszautalással. A hektivizmus tehát elindult, és két fajtáját lehetett megkülönböztetni. Az első fajtáját úgy, nevezik, hogy tömegmozgalmi hektivizmus. A tömegmozgalmi hektivizmusnak az elindítója ez a képen látható Ricardo Dominguez nevű úriember, aki művész volt, művész író, és ő hozta létre az úgynevezett Electronic Disturbance Theater nevű csoportosulást, és az ő Céljuk az az volt, hogy a különböző aktivista művészeti elemekkel próbáljanak meg minél nagyobb támogatást szerezni az 1997-ben már igencsak folyó zapatista felkelők támogatására. A zapatisták ugye egy mexikói indián mozgalom volt, akiket elnyomtak és, és üldöztek, és stb. stb. Hát az ő támogatásukra jött létre az EDT, az Iratnak Disturbance Theater, akik először léptek túl a klasszikus fizikai térben való aktivizmusból, abba a hektivizmusban, ami az interneten keresztül is megjelent. Egy Floodnet nevű kezdeményezéssel szoftverrel elosztott túlteréses támadásokat indítottak, például a mexikó és amerikai elnökök weboldala ellen. Úgyhogy ők voltak, mondjuk úgy az Anonymous csoportnak az előfutárai előképei. A másik ilyen csoportosulás, ez a hektivizmú csoport volt, ez a közül, ez a digitálisan korrekt hektivizmus. Az ő, vagy ennek a csoportosulásnak a megalkotója, a már előbb említett Oxblood Raffin Ruffin volt, tehát a Cut of the Dead cow nőttek ki, és 2001. július 4-én, ugye az amerikai szabadság napján, tették közzé a Hektivizmo declaration és ezt a Hektivizmo declaration itt látják, legalábbis a fontosabb pontjait kiemeltem. Az egész az úgy kezdődik, hogy teljes mértékben tisztelni kell az emberi jogokat és az alapvető szabadságjogokat, ami azt jelenti, hogy az információhoz való a hozzá, tehát az információ szabadságával kapcsolatban az információt, tehát hozzá kell, hozzáférhető, kell hozzáférhetővé kell tenni, függetlenül attól, hogy ez rövid hullámú rádió, a levél, egyszerű telefon, vagy a globális interneten, vagy bármilyen más médián keresztül továbbítódik, vagy pedig jön létre. Emellett viszont ez a csoport elismeri az államok jogát arra, hogy bizonyos információ publikálását megtiltsa, amennyiben azok államtitkoknak minősülnek, gyermekpornográfiának minősülnek, sértik az egyéni adatvédelmet, vagy más egyéni jogokat ezekben az esetekben elfogadják nyilvánvalóan a, a tiltást, de nem fogadják el azt, hogyha kritikát, véleményeket, művészeket, vallási figurákat lehetetlenítenek el. Tehát mondjuk például azt, ami Kínában történik, azt nem tartják el fogadhatónak. Aztán kinyilvántják azt is, hogy az államilag támogatott cenzúra az interneten, ez lehetetlenné teszi a hosszú távú békés és civilizált egymás mellett élést, befolyásolja a demokrácia gyakorlását, és befolyásolja a szocioökonomiai, vagy szociogazdasági fejlődését az egyes államoknak. Az államilag támogatott cenzúra az interneten egy olyan nagyon komoly hatása a szervezeti, szisztematikus civil jogok megsértésének, ami hozzájárulhat egy csomó kellemetlen egyéb történethez. Úgyhogy ezen a kiáltmányon keresztül jelzi ez a csoport, hogy ezentúl folyamatosan vizsgálni fogják azt, hogy az egyes államok mennyire sértik meg az interneten keresztüli jogosultságokat. Ennek az eredménye lett az EFF, például az Electronic Frontiers Foundation és több más civil jogi szervezet, és módszerekkel, de folyamatosan rámutatnak a struktúrált állami cenzúrákra. Úgyhogy ez egy fontos kiinduló pont, de a másik fontos kiinduló pont, hogy ők kezdték el először terjeszteni az egyébként rendelkezés, már korábban rendelkezésre álló, csak kevesek által használt, anonimizálás lehetővé tevő eszközöknek a használatát. Azaz, mondjuk, ami most egy Telegram, vagy egy Signál, vagy, vagy, vagy más anonim kommunikációt lehetővé tevő megoldást, ezt ők kezdték el tudatosan terjeszteni, hogy minél többen használják azért, hogy az internet továbbra is szabad maradhasson. Ezek tehát a szellemi alapjai annak, amit, amit utána Anonymousnak és Wikileaksnek hívunk. Az Anonymous maga 2003-ban jelent meg, és a Fortune nevű fórumon, fórumból indult ki, ott is a B-boardból, a B fórumból. Ugye a 4chan egy olyan e, fórum motor, ahol mindent szabad, mindent is szabad, és e, e, a szólásszabadságot, az amerikai értelemben vett szélsőséges szólásszabadságot is mege megengedik. A B az pedig gyakorlatilag a random fórum, ahol bármi be lehetett dobni. Viszont a posztolás anonim volt, tehát mindenkinek a neve mellé azóta ott hogy anonimus, azaz névtelen. Na, innen származik az Anonymous csoportnak a neve. Az első nagy projektjük, ez 2008-ban a Project Channelogy volt, a Szientológiai Egyház elleni kibertámadás, aminek a kiváltó oka az az volt, hogy a szentológiai Egyháznak a szervereit föltörték, kipublikálták ugye a sztori végét, amit nagyon sok pénzért árult a Szientológiai Egyház, és a sok elkezdték beperelni a különböző fórumokat, ahol ezek megjelentek. Na ennek, miután ugye az információnak szabadnak kell lenni, ezért cserébe, vagy ezért bosszúból indították el a Project Channelogy-t, ami kimondottan a Szientológiai Egyházhoz kapcsolódik szerverek, internetes fórumoknak a támadásában jelent meg. A formák egyébként ugye az információ szivároktatás volt, az elosztott túlterjedéses támadás volt, és az úgynevezett doxing, ami a doxing azt jelentette, hogy a szintrőlői egyházhoz kapcsolódó személyeknek a személyes adatait, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét hozták nyilvánosságra. A doxing az nyilván nem csak a szintrőlői egyházhoz, hanem úgy általában ezt a támadási formát jelenti. Ekkortól használják ezt a bizonyos maszkot is, ami a Vér mint Vérbosszú című filmből származik. Ez a Guy 16. századi angol merénylő, tábrázoló, vagy hozzá visszavezethető állarc egyébként a, Warner brothers a levédett jegye, tehát paradox módon a nagy kapitalizmus ellen küzdő csoportnak minden egyes ilyen maszkért le kell fizetni, én, egy dollárt a Warner stúdiónak. 2010-ben indult el az Operation Payback, ami a szerzői jogvédők ellen indult először, majd a Wikileaks támogatására olyannyira, hogy a Wikileaks, ugye a következő szlájdon fogok róluk megemlékezni, a céljuk az az volt, hogy információkat hozzanak nyilvános erre minden nagyobb mértékben, őket anyagilag támogatni lehetett, de az amerikai kormányzat hatására a PayPal, meg a Visa, meg a Mastercard nem továbbította az adományokat a Wikileaks számára. Na ez az Operation Payback, konkrétan arról szólt, hogy akkor a Visa Mastercard, PayPal és az összes többi fizetési szolgáltató ellen, aki nem küld pénzt a Wikileaksnek, az ő szolgáltatásaikat tegyék elérhetetlenné. 11-12-ben ért a csúcsára gyakorlatilag az Anonymous mozgalom. 2013-ban a Million Musk March nevű felvonuláson 400 városban tüntettek egyszerre világszerte, és hát azóta is ugye el, résztvevői ezeknek a tüntetéseknek, mind az online, mint pedig a fizikai térben. A hatásuk viszont s -s 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 már egyáltalán nem akkora, mint volt a 2010-es évek elején. Nekik a Wikileaks, ugye a Wikileaks ők egy szivárogtató oldal, 2600, 2600? Na. szóval 2006-ban jelentek meg először Izlandon, vezetői Julian Assange, aki egy ausztrál hekkel, és mint említettem, ugye ebben a közegben nőtt fel, csak ő, ő benne maradt, és szélsőségesen ragaszkodik továbbra is az információ szabadságra, nyilvánosságra hozatala mellett. Az oldal létrehozása, tehát azt a cél szolgálta, hogy az így úgy ilyen módon, különböző módokon kiszivárogtatott dokumentumokat ö, hozzák egy központi helyen nyilvánosságra a szivároktatás általában úgy működik, hogy kell egy szivároktató, aki hozzáfér ezekhez az adatokhoz, majd ezt biztonságos módon kiadja a szivároktató oldalnak, aki ezt válogatás nélkül megjelenteti, majd mindenki azt csinál az információval, amit akar, újságírók válogathatnak benne, és nyilvánvalóan bármi előfordulhat, legis, legismertebb szivároktatásaik az irak és az afganisztáni háborús dokumentumok voltak, ekkor figyelt föl a világ egyébként rájuk. A legnagyobb pukkanás az az USA diplomáciai levelezésének nyilvánosságra hozatala volt, a Cablegate. Gate, valamint ugye a 2016-os választásokat is masszívan befolyásolták azzal, hogy Hillary Clinton és kampányfőnöke John Podesta e-mailje is itt jelentek meg illetve a CIA titkos, tit, titkos kiberműveleteiről szóló volt szemben szivárogtatást is itt hozták nyilvánosságra. Nyilvánvalóan ez az amerikaiaknak nem annyira nagyon tetszett, tehát nagyon régóta üldözik a aki 2012 és 2019 között ecuador londoni nagykövetségén töltötte, töltötte el felejtetetlen 8 évet, és hát közben azért mentálisan eléggé megroppant szegényként. Majd amikor az új ekvádori vezetés került hatalomra, akkor szépen fogták és kipakolták a nagykövetségről, átadták először Nagy-Britannia szerveinek, majd Nagy-Britannia kiadta az Egyesült Államoknak, és egy jelen pillanatban az USA-ban vár a bíróság ítéletére, ami nyilvánvalóan nem lesz kevés. A két legismertebb szivároktató egyébként egyrészt Chelsea születési nevén Bradley Manning, aki, aki a kábelgépet, akkor még amerikai kiskatonaként szivárogtatta ki hozzá, gyakorlatilag Irakban szolgált, és hozzáfért a diplomáciai levelezéshez, és miután ő sem volt teljesen mentálisan rendben, hát nem meglepő, hogy ennek az egyik megnyilvánulása, hogy ő azóta nőként éli életét, amit nem mentális problémának akarok betudni, hanem azt akarom mondani, hogy ezek a ez, ez, neki már akkor benne volt, és hát egy, egy csak macsó amerikai hadsereg közegben kellően sok bántást sikerült elszenvednie, hogy um, mondjuk úgy, hogy minden tőle telhetőt meg akar tenni annak érdekében, hogy le, lerántsa az amerikai hadseregről a replet, de ezt úgy sikerült, hogy az egész USA összes diplomáciai levelezését hozta nyilvánosságra a wikileaks -en. vagy éppen ott van Edward Snowden, a legismertebb szivároktató, Ugye mind a kettőről azt kell tudni, hogy, hogy militáns közegben nőttek föl, a szülei katonák voltak, ők is szolgáltak katonaként, Snowden elit alakulatnál hozment volna, ha nem sérül meg a kiképzésen, így került egyébként nagyon megbízhatóként az NSZ-hez, felőállásban dolgozott, tehát úgy mint mintha nem az NSZ-nél dolgozott, de valójában nagyon mélyen benne volt az NSZ-ben. És mindenketten úgy gondolták, hogy, hogy egyrészt az amerikai szólásszabadsággal kapcsolatban nem fér bele az, hogy az amerikai hadsereg minden létező dolgot megtesz a saját nép ellen, tehát ezt nyilvánosságra kell hozni. Ott abban a közegben a szivároktatók működhettek. Mutatnék egy videót a hacker szociális profiljáról. Készítettünk itt az egyetemen egy kis filmet, a hacker élete, hogyha YouTube-on rákeresnek, akkor meg tudják nézni de ezt most nem fogom eljátszani, mert az idő rohamosan szalad előre. Na de, a probléma az az, hogy az idővel, ezekből a nagyon szép elvekből az lett, hogy ezeket a hektivista csoportokat elkezdték befolyásolni, elég határozottan, olyannyira, hogy itt Gari Kasparov e, méltán híres tweetjét idézném, aki azt mondta, hogy ennyi van Kennedy Wikipedia, but only the KGB Kennedy Wikileaks, azaz az csak a KGB mindenki írhatja a Wikipédiát, de csak a KGB írhatja a Wikileaks-et, ami mutatja azt is, hogy azért a wikileaks is assange kapcsolatban azért eléggé határozottan élnek azok a feltételezések, hogy egy ideje már az FSB, illetve a GRU kívánságait teljesíti, még hogyha nem is feltétlenül szándékosan, vagy nem úgy indult, hogy ő az oroszoknak a kémje és a beépített embere, de abban az üldöztetett közegben, amiben ő élt, teljesen emberi dolog az, hogyha e, erre egyébként masszívan és nagyon jó kiképzett titkos ügynökök át tudják állítani a másik oldalra, vagy egyszerűen csak be tudnak szivárogni ilyen oldalakba, mint ahogy a Cut of the Dead is ezt mondtam, hogy jó eséllyel, ők is egy ilyen CIA és proxy csoportként tudtak működni, mert hogy a szolgálatoknak megvan az a képességük, hogy beszivárogjanak ezekbe a csoportokba, és belülről bomlasszák, vagy éppen átállítsák a működésüket a saját igények mentén. A hektivizmusnak és az egész hektivizmusnak, Szénának, tehát ez a nagyon nagy rákfenéje, hogy tizenéves, lelkes, a világban még hívő, a világot megváltani akaró emberek, akik egyébként nagyon sok mindent tudnak csinálni, ki vannak téve azoknak a hatásoknak, amit az állam egyébként nagyon professzionális, kiképzett titkos ügynökei akarnak végrehajtani. Hektivista csoportoknak szerintem éppen ezért az alkonya pontosan annak köszönhető, hogy hogy szélzúzták ezeket a csoportokat, vagy pedig átállították ezeket a csoportokat. Ami az állam szempontjából azt tudom mondani, hogy nyilván rendben van, viszont az a hekerszén, ami mondjuk a, csak itt Magyarországon a 90-es évekéjén, 2000-es évek elején volt, vagy éppen ugye még korábban, a 80-as években az Egyesült Államokban volt, ez a hekerszén a törvényszerűen e, nem e, jöhet már vissza. A hektivista támadásnak egyébként az a jellemzője, hogy a hektivista nem pénzt akar, a hektivista a saját igazát, a politikai igazát akarja. Úgyhogy itt a Dirolt nevű cég összeszedte, hogy hogyan néz ki egy tipikus hektivista támadás. Hogy úgy kezdődik az első csoport a rekrutálás, az a csoportnak az összeállítása, azaz kell ennek a csoportban olyan lazán kapcsolódó személyek, akik részt vesznek magában a támadásban. Az Anonymous például nem egy centralizált csoport, Anonymous lehet bárki, aki azt mondja, hogy én mostantól Anonymous vagyok, van magyar Anonymous is, még Facebook oldaluk is van, meg YouTube oldaluk is van, de ezek nem kapcsolódnak semmilyen módon, semmilyen más anonimus csoporthoz, mármint a nincs központi anonimus csoport, tehát nyilván kapcsolatban vannak más anonimus csoportokkal, de a, a, a műveleteiket saját maguk hajtják végre ad, olyan erőforrásokkal, ami a rendelkezésükre áll. Mert, hogy az akciókat előre megszokták hirdetni, és ahhoz lehet csatlakozni. Ez ugye az első nap. Utána történik egy felderítés, utána történik egy e olyan uh, utána történik az alapvető támadások, mint például az elosztott túlterés támadás, vagy a doxing, amiről már beszéltem. Jön egy új kommunikáció, egy második figyelmeztetés, amiben elmondják, hogy mi fog, mi lesz a következő lépés, ha nem teljesítik a, a követeléseiket majd jön, ugye nagyobb volumenű támadás, majd jön egy harmadik figyelmeztetés, majd az egész megy körbe, egészen addig, amíg el nem érek a célukat, vagy pedig szét nem robbantják ezt a csoportot. Magyarországon egyszer volt egy híresebb anonimus támadás 2012-13 környékén, ha jól emlékszem, amikor az alkotmány bíróságnak a honlapját írták át, ott is az alaptörvénynek a szövegét, ami több jogot követelt az informatikusoknak, annak az anonimus csoportnak utána ment a rendőrség, lehet tudni, hogy mi történt valójában egy olasz anonimus csoporttal kapcsolatban álló magyar fiatal hozta létre a magyar anonimus csoportot, toborzott maga köré embereket, akik utána ezt a viszonylag kis hatású támadást végrehajtották. Ezt az emberkét egyébként Dunajvárosban letartóztatták. A vád kábítószerbirtoklás birtoklás volt, mert hogy egyébként tele volt fűvel a lakása. Ezzel többet kapott, mint amennyit amúgy a hektivista tevékenységére kapott volna. Viszont ugye ezt a szót használtam, hogy követeléseik vannak. És ebben már át is tudom vezetni a következő pontra az előadást, mert hogy kinek szoktak még követelései lenne? A terroristáknak. Ugye a kiberterrorizmus az egyik legnagyobb aggályú tevékenység a kiberbiztonsági szakértők között mert hogy a kiberterrorizmus definíciót is látnak, azt feltételezi, hogy pusztán kibertámadás útján lehet olyan hatást létrehozni, mondjuk kritikus információs infrastruktúrák pusztításával, ami utána emberek halálához is vezethet. Éppen ezért nagyon sokáig élt a félelem, hogy vajon a terrorcsoportok, különösen ugye az iszlám állam és az alkaida rendelkezik -e olyan terror képességekkel, amik és útján kibertéri úton tudnak hatást kifejteni. Mert hogy Amúgy a United Cyber Caliphate néven, tehát az Egyesült Kiberkalifátus néven létre is jött egy olyan csoportosulás, ami azt állította magáról, hogy a hackereket foglalja össze, foglalja egy, egy kalap alá, és ők majd végrehajtanak mindenféle támadásokat. De kiderült, hogy nem, ilyen támadási képességeik nincsenek. Ezzel szemben a, kiber, a terrorista csoportok nagyon is aktívak a kibertérben. Tehát kiberterrorizmus, mint olyan, nem létezik. Viszont a terrorcsoportok aktívan és folyamatosan használják a kibertelet. És nem csak az terrorizmus, teroriz, hanem gondoljanak bele, az amerikai terrorcsoportok, mert hogy vannak ilyenek, ugye a, a fehér felsőbbrendűséget éltető e, csoportok, vagy éppen az incel csoportok, amikről emlékeim szerint már kifejtettem, hogy mik azok ezen az előadáson, azok is mind-mind az interneten szerveződtek, és az interneten keresztül készítik elő a műveleteiket. A legjobban mégis az iszlám terrorcsoportok internetes működését ismerjük, hiszen a kezdetektől kezdve kint vannak az interneten azok a propaganda anyagok, amik segítik a csatlakozást, segítik a csoportokhoz való becsatlakozást és azonosulást. Hát például megjelent ez az Open Source Jihad nevű kiadvány is, amiben ami egy folyóirat volt, ami mondjuk leírta azt, hogy hogyan kell robbanószert létrehozni a konyhában. Ugye, make a bomb in the kitchen of your mom, how to use eh, uh, a al Hedin, ami nem tudom, hogy kicsoda és micsoda, de mindegy, ezek a folyóiratok, ezek kim voltak az interneten, sőt, kint is vannak ezek a propaganda anyagok, uh, és az még bőven az Al-Qaeda előttről uh, származó kiadványok voltak. A legsikeresebb csoportosulás viszont a kibertérben az ISIS volt az iszlám állam, akik uh, uh, tudat, teljesen tudatosan használták a kiberteret a műveleteik előtt, közben és uh, után. Mert hogy? Ami kell ahhoz, hogy a terrorizmussal valaki azonosulni tudjon, gondoljanak bele. Tehát nyugaton felnőtt fiatalok, és nem csak iszlám hátterű fiatalok, hanem rendes nyugati fiatalok is elmentek Szíriába harcolni. A kényelmes Londonból, ahol minden van, e Szíriába, szíris sivatagban, ahol semmi nincsen, és ráadásul még le is lövik őket, meg meg is ölik őket. Tehát a propaganda annyira hatásos tudott lenni ebben a közegben, és ez annak köszönhető, hogy az ISIS teljesen professzionálisan építette föl a saját propaganda csatornáját. Hogyan? Alapvetően két céldal rendelkeztek. Az első céljuk az az volt, hogy tagokat toborozzanak. Tagból is volt sok, de sokkal kevesebb volt, mint támogatóból mert ugye a terrorizmust a pénz élteti, és a pénzügyi csatornákat pedig a támogatókon keresztül lehet megszerezni. Magyarországon is ugye az ISIS-hoz kapcsolódó nagyjából egyetlen letartóztatás az azért történt, mert hogy egy Pécsen élő arab származású orvos pénzt akart átutalni az ISIS-hoz, és ezt kidobta a nemzetközi rendszer. Szóval az ISIS-nak a propaganda volt a legfontosabb az interneten, és ezt nagyon professzionálisan használták, tehát HD minőségű videókat tettek közé, angol nyelven is, hogy ugye akik nem beszélik az arabot, mert nem ott nőttek fel. azok is megértsék. Rengeteg felületen terjesztették, tehát az államoknak az első feladat az volt, hogy valahogy ezt a propagandát tudják visszaszorítani. De itt van még néhány másik e, dolog. Ez a Jihad Media Platform nevű weblap, ahol híreket, kommenteket osztottak meg e, nagyon sok nyelven. Az Iszlám Állam Archium nevű weblap, ami a hozzájuk kapcsolódó beszámolók, fényképek, videókat tartalmaznak. Facebookon rengeteg csoport volt, e, ahova lehetett csatlakozni. Nagyon sokan ott kerültek egyébként kapcsolatba ezzel a csoporttal. Twitteren 2017 első felében csak akkor 300 ezer a propagandát terjesztő fiókot töröltek, úgyhogy 2014-től kezdve a Twitter tudatosan föllép az iszlám állammal és az iszlám terrorizmussal kapcsolatban. YouTube-on is nagyon sok csatornájuk volt. Ezt kellett tehát nagyon-nagyon visszaszorítani. Online újságjaik voltak, blogok voltak, és ezek mögött olyan nyugaton tanultak voltak, akik professzionálisan ismerték az online médiát és az online piát és marketinget, és ezt a tudásokat ültették át az ISIS népszerűsítésébe és egy fiatalról tudunk, aki viszont mélyen benne volt a hacker és beállt az ISIS mögé, akiben benne volt az, hogy létrehozhassa a, 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 kiberterrorizmust, őt úgy hívják, hogy Junaid Hussein, egy brit fiatalember, a hacker pedig úgy ismeri, hogy Trick, ő volt a Team Poison nevű egyébként pro-palesztin, tehát palesztina mellett harcoló hacker csoportnak a létrehozója, de emellett mélyen benne volt az anonymusban is. Tehát ő egy jó ismert hacker volt, 11 évesen kezdett el hackerni. Miért? Hivatalosan azért, mert valaki ellopta a játékekkámutyát, valójában azért, mert származása miatt, a kinérzete miatt rengeteg bántást kapott az általános és középiskolában is. Mi a hekkel is, ugye emlékezzenek vissza, az, ahol fajtól, vallástól, bőrszintől, mindentől függetlenül csak az számít, hogy ki mit tud végrehajtani és Trick egyébként nagyon sok mindent tudott végrehajtani, nagyon tehetséges volt. Például a Team poison nal amit három emberből állt, NATO és más brit kormányzati rendszerekbe tudott betörni. De aztán valahol bekattant, valahol a propaganda céltért, és kiutazott Szíriába, és ott Abu Hussein a britani néven működött, próbálta létrehozni a kiberterrorista csoportot, de hát hozzá hasonló talentumok azért nem voltak ebben a csoportban. Viszont az amerikai Egyesült Államok olyannyira komolyan vette az általa jelentett fenyegetést, hogy rakkában végezték ki 2015-ben. Harmadik volt az áziszos halállistán, amely egy meglehetősen előkelő hely azért ezen a listán. Nem csoda, hogy hamar megtalálták. Na tehát, hogyan van kapcsolatban a terrorizmus és a kibertér? Propaganda, erről már beszéltem, toborzás, Erről is kapcsolattartás, ami miatt most jelenleg az európai és az amerikai országok is megpróbálják valahogy kikönnyíteni azokat a privátszférát erősítő megoldásokat, amelyek ugye end-to-end végponti titkosításokat tesznek lehetővé, és a műveleti előkészítés, hiszen minden van az interneten, hogy mondjuk hol lehet a legjobban végrehajtani a támadást, tehát még ugyan a, a mondjuk a bécsi terrorista, a terrortámadásnak a részleteit nem ismerjük, de ide a ha hogyha mondjuk akár a fegyver megszerzésénél, akár a műveleti előkészítésnél, akár amikor bekerült az illető, eh, ahogy az iszlám-terrorizmus csapdájában ne használta volna az internetet. Nem véletlen, hogy az egyik legerőteljesebb ellencsapás a különböző állami kiberképességek felől a terrorizmus ellen hajtódik végre, Például 2018-ban a brit, egy GCHQ, a brit e, nemzeti hírszerző szolgálatnak a feje, e, Jeremy Fleming azt nyilatkozta, hogy az ő kiber, aktív, offenzív kiberképességei együttműködésben az nsz vel tették lehetővé, hogy az ISIS visszaszorult, azaz elvágták őket a pénztől és a propagandától, és érezhető, hogy azóta egyébként az ISIS valóban e, sokkal-sokkal gyengébb. Szóval titkosított kommunikáció, a privátszférát ez erősíteni, és ugye megemlékeztem arról, hogy már a kezdeti hacker csoportoknál is ez a fajta privátszféra, a titkosítás, a decentralizáció, a nem bízunk a hatóságokban, ez nagyon is ott volt a palettán, viszont ma már ez valóság. Tehát ha akarunk, akkor, akkor rengeteg olyan eszközt tudunk használni, amivel a privátszféránkat nem sértik, vagy nem nagyon sértik, viszont ez megnehezíti azt is, hogy a hatóságok nyomozati tevékenysége jól és könnyen tudjon működni. Éppen ezért az Európai Unió és az Egyesült Államok pont így a napokban, hetekben nagyon-nagyon azon van, hogy felszólítsák az end titkosítás használó a szolgáltatókat, hogy tegyenek be egy úgynevezett backdoor hátsó kaput, valamit, amivel ki lehet könnyíteni ezeknek a megoldásoknak a, a, titkosítását, abból a célból, hogy a rendvédelmi szolgálatoknak könnyebb dolga legyen. Hozzáteszem, hogy valószínűleg az NSA mert mint ahogy a kínai titkosszolgált is, mint ahogy talán még az oroszok is, jó eséllyel képesek ezeket az entően titkosításokat feltörni. Az amerikaiaknál szinte biztos, hogy megvan erre a képesség. De a titkosszolgálatok és a rendvédelmi szervek, tehát a terrorelhárítók és a rendőrségek nem feltétlenül férnek hozzá azokhoz a képességekhez, ami a titkosszolgálatoknál megvan. Az ő munkájuk, a rendőrök munkája egészen biztosan gyakorlatilag el tett az elmúlt pár évben, annak köszönhetően, hogy ezek a technológiák hihetetlen nagy teret kaptak. Viszont hogy a bennem élő hacker az nem tud elszabadulni Brüsne-jel mondát, mondatától, miszerint vigyázzunk az információs apokalipszis négy lovasával, a terroristákkal, a a gyermekrablókkal és a gyermekpornográfiával, kereskedőkkel. Úgy néz ki, hogy velük annyira meg lehet ijeszteni a közvéleményt, hogy miattuk megengedjük a kormányzatnak, hogy bármit megtegyen. A hackerizmus, az információszabadság, az állammal való szembenállás, tehát folyamatosan uh, itt van, de egyre halkulnak azok a mondatok, amik uh, abba az irányban mennek, hogy ne adjuk át teljesen a privát szféránkat, az internet szabadságát az államoknak. Hogy jó, nem jó, és mivel fog járni, ezt nyilván én nem tudom megmondani, uh, de George Orwell már uh, leírta az 1984 című könyvben, és Kínában a Social Credit System bevezetésénél láthatjuk ezt. Hogy ez mennyire, mennyire jó, ebben kétségeim vannak, az viszont látszódik, hogy a rendészeti munka ténylegesen szinte elhetetlenült ezek miatt a technológiák miatt, tehát valamit tenni kell. A fontos, hogy az arany középutat sikerüljön megtalálni, ebben az arany középútban pedig nagyon fontos szerepe lesz azoknak a internetes szabadságjogokért harcoló szervezeteknek, melyek a korai hektivista csoportokból nőttek ki. Én remélem, hogy sikerül megtalálni ezt az arany középutat, és nagyon remélem, hogy élvezték ezt az előadást, és sikerült hozzátenni sok mindent a tudásukhoz.